Hadd kérdezzük, mit szól a hárma szövetséghez? Nem szólok semmit se, semmi közöm hozzá. Egyelőre még nincs véleményem róla. Nem hallottam róla. Tegnap alakult Mesterházy, Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc. Nincs véleményem róla. Hát én erről inkább nem nyilatkoznék, mert csak negatívat tudnék róla mondani, jó? Ez a triumvirátus. Bajnai, Mesterházy, Gyurcsány. Felszállok a 9-es buszra. Szóval se jutok. Annyira meglepte? Pontosan. Mert teljesen szokatlan. Várható volt, hogy ez így fog alakulni, úgyhogy igazából nem lepődtem meg rajta, mert a választások eldöntik, hogy sikeres lesz-e. Gratulálok nekik, és egyetértek vele. Hát jó lenne, ha jó lenne. Akkor én örülök neki. Ennyit. Nagyon örülök, hogy végre meg tudtak egyezni. Először is össze kellene fogni, mert másképpen ez nem fog menni. Ez a gumicsizmás Maradona, ez meg csak röhög a markába majd. Teljesen szokatlan. Gyakorlatilag egyéni véleményem, hogyha nincs szövetség, hanem külön-külön mindenki lép, sokkal nagyobb dolgokat lehet elérni. Végre megegyeztek, ez a lényeg. És azért jó lenne, bevennék a Gyurcsánt is. Én ennek is örülnék, meg sokan. Teljesen hiteltelen ez a szövetség. Ez nem szövetség. Mindegyiket el kell fogadni, össze kell fogni, és amelyik párt a legtöbb szavazatot kapja, abból válasszák ki az elnököt. Én korábban is hiteltelennek tartottam őket külön-külön is. Úgy gondolom, hogy egymással is van problémájuk, így hogy lehetne megbízni bennük. Úgy, ahogy van, minden rossz. Már a hármas szövetség? Minden. Túl későn van. Jó, lehet, hogy volt Nokia-s doboz. De ezeknek meg a pótkocsi és kamion nem elég. Ennyi a véleményem. És ön szerint Mesterházy a legalkalmasabb miniszterelnök jelölt? Na, erre már nehezebb ki válaszolni. Mert az három, kettő közül azért lehet, nem tudok mit mondani. Jó, ő is jó. Én a Bajnait jobban elfogadtam volna. Annyira a dilettáns, annyira gyenge a... Nem mondom azt, hogy a baloldal, hanem az ellenzék. A baloldal annak idején szerintem nem érdemelte meg a bizalmat, de a magyar nép meg nem érdemelte meg ezt a pártot. Én a másik oldalon állok, úgyhogy nem baj. Alapban nem szeretem őket. Esély? Semennyi.